Ja, so ist das die Frage. Megnézzük a másik oldalt? Hát nézzük meg! Csak megörökítem a mi kis csapatunkat, hogy milyen kecsesen megy itt a hóba. Zsolt, állj meg egy kicsit, fúzódjál félre, mert eltakarod a többieket, hogy milyen kecsesen mennek itt a hóba. És erre mindenki megállt. Mint a libák. Na, Zsolt, most már mehetsz te is. És mellettünk meg ezekkel a mindenféle lécekkel, meg egyéb alkalmatossággal itt siklanak. Viszontagság után megérkeztünk ebbe a hütébe. Felháborító, hogy ezek itt szanaszét adják a síléceiket. És akkor bemegyünk ebbe a hütébe, ebbe a bárba, és meglátjuk, hogy mit lehet itt kapni. Onnan jöttünk, onnan az állomástól jöttünk idáig. Rendkívül megerőltető volt. Lehet, hogy fönnmaradunk a hegyen Yetinek, mert hogy fogunk oda visszamenni, azt nem tudom. Onnan föntről jöttünk le. Nekem nagyon kedves. Ott szálltunk ki, és jöttünk ide. Eszük a peletünket. Meg isszuk az italunkat. Katika, miért is kéri kérlek szépen a gyógyszerünket? Igazság, az a tiéd. Az a tiéd. Félben rágy, kifolyik. Ez a kilátás ebből a hütéből. Nem látszik a város, csak csodálatos hegyek az erdővel. Itt van a mi kis csapatunk, jól lakottan. Nekem a kis virsgőt. Megitattuk őket. Nekem a virsgőt. Mi van a... mit szeret? Nekem a virsgőt. Hát megkérdeztem, hogy mit kértem, azt mondtál, és vegyem el a másik embertől, hogy peretet kaptál. Harcolj meg érte. Sült kolbász van, nem virsli. Pokfúr. Ne, semmit nem eszünk, most már csak hada megyünk gyalog. Nem megyünk még az icukához, a gázitához, és iszunk még egy sörögyet. Itt vagyunk, babám. Onnan jöttünk le, Gábor is gyönyörűen. Pucsukép még egyszer, és megyünk lefelé. Fantasztikus élmény volt. Ott voltunk. Itt is voltunk.